Már reggel 8 órakor megérkezett a mobil szűrőbusz az Oltalom Szeretett Szolgálat nappali szolgáltató központja elé, mintegy 150 hajlék nélkül élő vette igénybe az ingyenes szűrővizsgálatot. Minden évben tüdőszűrésen kell részt venniük, hiszen csak érvényes tüdőszűrővel lehet igénybe venni a szolgáltatásainkat. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy egy ilyen szervezett formában történjen ez meg, mert így biztos, hogy senki nem marad ki belőle, illetve a tüdőszűrőállomásnak is sokkal könnyebb, hogyha itt koncentráltan egyszerre egy alkalommal le tudjuk őket szűrni. A központi szűrést már harmadik alkalommal szervezték meg, az előző vizsgálatok eredményei pedig azt mutatják, szemben a társadalmi hiedelmekkel, hogy nem jellemző a TBC a hajléktalanok körében. Három alkalommal jelentkeztem már a tüdőszűrésen, tehát itt lehetőség van ahhoz, hogy ingyen van, és ugye hozzáteszem azt, hogy az egészségi állapotunk az nagyon fontos, mert hát köztudott azért, hogy intézményben nem lehet úgy bejönni, hogyha nincs tüdőszűrő papírra nem rendelkezünk, és akkor nem tudják megkülönböztetni, hogy egészségesek vagyunk, vagy nem, és akkor ezzel meg nem fertőztessük a többi társadalmat sem. Tehát ezért fontos ez egyébként. A nyíregyházi tüdőszűrésen mintegy 150-en vettek részt, legtöbbjük a nappali szolgáltató központ felhívására érkezett ide, de más utcán élő hajléktalanok segítségével foglalkozó egyesület is támogatta a vizsgálatot, ők is tájékoztatták az érintett a szűrési lehetőségről.